Ja, Istenem, hogy ez még mindig központi téma 2014-ben a naplopás, meg a semmit hogy állandóan az ember orra alá kell dörgölni, aki például videókat csinál, és youtubozik, hogy naplopa. Menjél inkább dolgozni hogy 2014-et írunk, amikor is ugye az informatika betolakodott a mindennapjainkba, és gyakorlatilag nincs már olyan háztartás, ahol ne lenne számítógép. Magyarország az élen jár internetpenetrációban, ami azt jelenti, hogy nagyon nagy az internet lefedettség. Tehát a háztartások számára levetítve, majdnem, hogy mondhatni, hogy Magyarországon minden háztartásban van internet, ezzel sok európai országot le is körözünk. És hogyha már ott van az internet, és ott vannak a kreatív eszközök, amelyeket nem is feltétlenül kell fizetni, mert jó, akinek rossz a lelkiismerete, az ne varezoljon kereskedelmi szoftvereket. Vannak neki ingyenes alternatívája, és akkor dolgozzon azokkal. De hogyha kreatív az ember, akkor miért nem lehet azt megérteni, hogy egy szellemi termék megalkotása is pontosan ugyanannyi munka, ugyanannyiba kerül, mint például egy fizikai munkát. Sokan még mindig úgy vannak vele, hogy ami nem kapálás, az nem munka. De könyörgöm, már, már nem a feudalizmus korszakát éljük, hogy, hogy vannak földesurak, meg vannak e, jobbágyok, meg vannak zsellérek, és akkor e, csak az a munka, aminek konkrét fizikai e, termék a végeredménye. Egy szellemi termékbe e, legalább annyi munkaórát bele kell fektetni, ha nem többet, mint egy fizikai termékbe. Itt is számít ugye a rutin. Tehát, hogyha valaki még valamit nem csinált sose, egy szellemi terméket, és azt kell megcsinálnia, akkor bizonyára tízszer annyi időbe telik, meg egy csomó szopásba, mire el tudja készíteni a prototípust. Aztán már később, ugye, hogyha rutin szerzett benne, rááll a keze, akkor később már természetesen sokkal könnyebb ugyanazt a szellemi terméket vagy hasonlóakat előállítani, de igenis, még meg nem tanulja, addig rengeteg, rengeteg, rengeteg időt rá kell szánni. És nem kérhet el érte többet, mint például egy rutinus. Videót gyártani. Grafikát gyártani, zenét gyártani. Ezek mind-mind olyan dolgok, amelyeket nem nagyon szeretnek megfizetni a megrendelők. Én is állandóan kapom az ívet, ugye különböző grafikai munkák kapcsán, hogy miért ilyen drága, amit csinálok. Tehát például, most egy példa. Egy végzett grafikus, hogyha elhelyezkedik egy grafikai stúdióba, akkor neki az órabére 5-6 ezer forint, és minden megkezdett fél órát ki kell fizetni. Tehát ami azt jelenti, hogyha nincsen egy típus ár kalkulálva, mert egyedi dolgot kell csinálni, akkor az órabér dönti el, hogy mennyibe fog kerülni végül is a termék, a kész termék, a grafika. Legyen szó akár plakátról, legyen szó akár fotóretusálásról, vagy képszerkesztésről, különleges effektekkel, képszerkesztésről, akár egy szórólap, akár egy plakátnak a megtervezése, akár mondjuk egy termékcímkének a megtervezése. Ezek mind-mind egyéni művészi munkák. Na már most akkor nem értem, hogy miért nem lehet kifizetni egy egyedi munkáját 10.000 forintot, Amivel mondjuk dolgozott két órát a grafikus, vagy hármat, kedvező áron 10.000 forint, amikor a, mögött, a munka mögött rengeteg tanulás áll. Tehát nem csak azt kell megfizetni, hogy rajzol, hát ez csak három körből áll ez a design meg van rajta egy kis szöveg, azt kész, azt akkor mi kerül rajta 10.000 forintba, hát könyörgöm. Nem. Nem csak a grafikusoknak vannak ilyen magas óradíjai, hanem egészen hétköznapi szolgáltatásban dolgozó embereknek is. Gondoljunk bele például, hogy mennyibe kerül egy hajvágás a fodrásznál. Lemegy az ember a fodrásznál, egy sima hajvágás igazítás 1500 forint. Ugye? És megcsinál abból négyet. Tehát, negyed óra alatt kész van egy hajvágás, és 1500 forint, egy óra alatt négy kuncsaftot megcsinál, az négyszer 1500 forint. Mennyi is? 4000, 4x520, az 6000 forint. Tehát akkor neki gyakorlatilag 6000 forint az órabére. Ha valaki olyan frizurát óhajt, hogy berakás, meg festés, és tényleg elmegy vele egy óra hossza, akkor az már nem 1500 forint lesz, hanem az 6000 forint. Azért, mert egy, egy, órás munkának annyi a munkadíja például egy fodrásznál. És érdekes módon senki nem kezd el vitatkozni, hogy az most sok vagy kevés. Tessék megnézni például elmenni egy fogorvoshoz, hogy mennyibe kerül egy szimpla foghúzás, mennyibe kerül egy gyökérkezelés, mennyibe kerül egy, egy, egy szimpla tömés. Borzasztó horrorárak vannak nehogy azt higgye már bárki, hogy gombér pitykér meg lehet rendelni egy olyan dolgot, ami egyedi, tehát nincs belőle kettő, másfelől művészi munka. Tehát olyan terméke, olyan plakátja, olyan grafikája nem lesz másnak minden egyes szellemi termékért nagyon sokat kell agyalni, és ezt meg kell fizetni. Tehát én elhiszem, hogy ö, sokan azt tartják munkának, hogy bemegy a gyárba, és dolgozik három műszakba, és droidkodik, vagy árufeltöltő a Tesco-ba, de igenis tiszteletbe kell tartani azokat az embereket, akik a kreativitásukból élnek, mert a kreatív emberek készítik a... Azokat a tartalmakat, amelyekre a megfáradt dolgozó, kapáló ember kiszokott kapcsolódni. Tehát gondoljunk bele, mi lenne, ha nem lennének, akik tévéműsorokat gyártanak, nem lennének, akik zenéket gyártanak, nem lennének, akik szórakoztató műsorokat gyártanak, akik kreatív tartalmakat gyártanak. Akkor a kapáló és robotoló emberek, nagyon hamar belefásulnának az életbe, mert munka után hazamegy, nem tudja bekapcsolni a tévét, nem tudja bekapcsolni a számítógépet, mert nincsen rajta tartalom. Akár csak gondoljunk egy könyvre, amit a megfáradt dolgozó a kezébe vesz este, és kikapcsolódik mondjuk egy ponyvaregényre, vagy egy szép irodalmi műre, mert neki az a szórakozás. Tehát igenis, meg kell becsülni azokat az embereket, akik nem a kétkezük munkájából élnek meg, hát egyébként a kétkezükkel csinálják a kreatív dolgokat is, mert mi mással, hanem még emellett hatalmas nagy tudással is rendelkeznek a szakmájukon belül egy ö, grafikusnak is ö, érteni kell bizonyos szinten a tipográfiához, hogyha ö, labdába akar rugni, mert ritka az a grafikai munka, amelyik nem tartalmaz szöveget. És ö, tehát több szakmát vegyítenek, és azért ezeknek a megtanulásába rengeteg időt kell fektetni. Én például öt vagy hat éven keresztül egy fillért nem kerestem azzal, hogy én a grafikát tanultam. Először a Photoshopban merültem el, azt, mikor már profi módon tudtam, akkor utána belemerültem az illusztrátorba, azt is kitanultam fél profi módon az illusztrátorba, még mindig vannak olyan dolgok, amelyek kifognak rajtam, de könyörgöm, ott vannak a fórumok, ott vannak a videotutoriálok, mindent meg lehet tudni, meg lehet tanulni. És ugye nagyon megtetszett ugye a tipográfia, a betűk a szöveges hírközlésnek a mestersége, és bizony-bizony, ez megint egy komoly szakma. Ezekkel a szakmákkal én most eljutottam odáig, hogy nagyjából annyi megrendelésem van, amennyivel egy kis zseppénzt meg tudok keresni. Tehát nem keresek vele annyit, amennyi mondjuk például egy minimál béresnek havonta megvan. Sőt, még a felét sem keresem meg vele. De nem szoktam például olyan árakkal dolgozni, mint hogyha én egy hivatalos grafikai stúdió alkalmazottja lennék, és nekem kellene az 5-6 ezer forintos órabér. Általában projektfüggő a megbízás. Ha valaki több munkát rendel, akkor nem szoktam az órákkal törődni, hogy hány óra munkát kell belefektetni, hanem kalkulálok egy olyan árat, hogy mindketten jól járjunk. Se sokat, se keveset. Inkább az apró pénz legyen sűrűn, mint a nagy pénz ritkán. Én ennek a híve vagyok, tehát hogyha velem dolgoztat valaki, akkor én a tudásomhoz képest a lehető legprofibb anyagot szállítom neki, és megfizethető áron. Ugyanígy ez vonatkozik azokra, akik a videókból élnek meg, mert mondjuk YouTube partnerek, YouTube partnerek, kinek hogy tetszik, úgy ejti. Nem olyan könnyű az, hogy csak úgy potyognak a 20 ezeresek, meg a 100 az égből, tehát azt azért tudni kell, hogy, most én is eljutottam odáig, hogy van nekem 2000 feliratkozom és amikor 500-an voltak, akkor kapcsoltam be a reklámokat. És van egy ilyen kalkulátor a YouTube-on a becsült bevételekről, és van egy AdWords fiók csatlakoztatva hozzá, és megmondom őszintén, nagyon kevés pénz van rajta. Tehát nem, érem el, nem értem el még azt a küszöböt, amit kifizetne a YouTube. Ez a küszöb 20 forint, és lehet, hogy ez a 20 forint nekem csak egy fél év alatt csorog össze, és az alatt nekem csinálni kell mondjuk 2-300 videót, mert akkor lesz annyi kattintás szám a reklámok után, hogy nekem legyen belőle 20 ezer forintom, tehát nehogy azt higgye valaki, hogy ebből én most gennyesre fogom keresni magam, csak azért, mert ott van egy hirdetés. Nem ahhoz sokkal több feliratkozó, sokkal több videó és sokkal több kattintás kellene, mint amennyi most van azok keresnek már vele viszonylag jó pénzt, akiknek már százezer fölött vannak a feliratkozói, és több ezer videót már megcsináltak. Tehát ez sem annyira irénylésre méltó dolog. Csak azért mondtam ezt el, hogy nehogy azt így bárki is, hogy ez könnyű kereset, vagy ebből bármilyen rendszeres jövedelem kialakulhat. Mert ahhoz nagy szerencse és nagy tudás kell. Ugye nagy a piac, és kevés az, aki olyan kínálatot tud felmutatni, amelyre azért kíváncsiak is az emberek. Tehát igenis, tessenek megbecsülni a kreatív munkát. Mert ha nem lennének kreatív munkások, akkor a kétkezi munkásoknak nem lenne mire kikapcsolódniuk. És belefásulnának hamar az életbe. Nem lenne zene, nem lenne irodalom, nem lennének versek, nem lennének könyvek, nem lennének grafikák, nem lennének videók, nem lennének filmek, nem lennének tévéműsorok. Ezeket a dolgokat meg kell becsülni. És nem kell odaírni valakinek minden videója alá, hogy inkább menjél el dolgozni. Mert ha valaki egész nap azzal foglalkozik, hogy videózik, és naponta több órányi anyagot tölt fel, akkor azt tessék elhinni, hogy ö, az neki az egész napját elfoglalja. És nagyon kevés egyéb dologra jut idő. Jó? Tehát én szeretném egy kicsit, hogyha másképp gondolkodnánk erről a témáról, mi az igazi munka, mert nem is mindenkinek áll a kreatív munka, de ugyanúgy nem mindenkinek áll a kétkezi munka, ahogy nem mindenki sportra termett. Becsüljük meg tehát a kreatív munkásokat. Én csak annyit kérek.